Sziasztok! Én Gumika Csivék, és ez itt újra mi ez? Oxygen Not Included lesz. Igen. Egy autó szerelés nektek, meg egy héttel később. Van a rész, és ott tartottunk, hogy állunk amúgy a hőmérséklettel. Aha. Nem jó, de nem is tragikus. Ja. Jó. Majd kell majd. Kell majd varázsolni. Vízhűtőt, vagyis nem vízhűtőt, majd hűtőt majd kell majd szerválni. Most éppen, ja igen, a hűtőt csináljuk. És hogyan oxigénnel? Oxigénnel baromi jól állunk. Öröm. Örömteli hír. Igen, és közben igen, az akkumulátor és finomítót akartunk még csinálni. Ezt kutatjuk. Igen, a hűtő. Igen, tisztítóállomás. Igen. Nekem az a gép érdekel, amit elkezd püfölni vadállat módjára. Ez jó. Remek, remek. Egy olyan gépet kéne csinálni, amit elkezd püfölni vadállat módjára, és ebből csinál nekünk rézércet. Ez egy finomító. Amúgy. Hűtő-fűtő berendezések. Légáteresztő. Ilyet is kell majd csinálni. És az lesz a következő valószínű. És hol van a finomító? Finom, olajfinomító, földgázgenerátor. Fémfinomító. Hát, ez azért jó messze van. Ez az. Igen. De... Na várjunk csak. Jó, ez addig az idő pörögjön, és akkor rámegyünk, hogy raise. Raise. Igen, olvadás. Igen. Jó. Jó. Igen. Finom, ezt keresem. Kőzúzó. Kőzúzó. Na, hát ha a kőzúzó nem olyan durva dolog, mi lenne akkor, ha... Kőzúzó. Aha, na hát ez már kicsit barátibb, amúgy. Agyag, kerámia. Hát ez egy ilyen most nem. Haver, kutas kérlek szépen. Hogy el tudjuk tenni szépen a kis pajácskádat. Hogy állunk bacik terén? Hopp! Mindjárt kiderül, hogy állunk bacik terén. Kaktuszmag. Jó. Nem, nem akarjuk. Baci. Hát ott van egy kis baci, hát ezt tudjuk. Ott is van egy kis baci, azt úgy elvihetnénk onnit, nagyon gyorsan. Hát ott pont így, most kezet. Ja, ez a hátadon van, akkor nem szóltam. Jó, pillanatnyilag egészen szép, tiszta a kis kolóniánk. Örömteli hír.
Nagyon örömteli a hír, igen. Azt a részt nem akarjuk. A cukor bogár azt hiszem cukrot ad. Valószínű. Nem. És ilyen is lehet belőle. És ilyet droppol, ha megölöd. És ő dobál sarat. Ja. Oké, és... Viszont... Én úgy érzem, hogy. Igen, oké, itt a automatizálás. Ő miért nincsen? Ja, kell hozzá fém, igen. Barkácsolás, az is egy jó dolog. Díszítőelemeket most nem szeretnék. Masszázs nem, finomító nem, de ételnél kellene lennie, nem? Vagy bútor? Bútor. Á, bocsánat. Ez így nem jó, így már jó lesz. Így már jó lesz. Itt amúgy jó az oxigén. Áh, itt rengeteg oxigén van. Hogy állunk a kutatásokkal? 19... Mindjárt készen van, ez holnapra meg is lesz. Holnap easybe lesz ilyen valamink. Szépen tisztítgatják, nagyon jól teszik. És kész is a kutatás. Akkor most legyen olyan, hogy ezt a kőzúzót, ezt így elkezded mondjuk kutatni. És azt is ott kiásod. Azt ki fog ásni automatikusan, jó van akkor. Áram, és mi az, amit most tudom kikutatni? Ja, hűtőszekrény! Hopp, itt van valami. Ó! Jó hangzik. Jó hangzik. Hűtőszekrény. Hűtőszekrény. Hűtő. Hűtő. Jó. És ebbe szeretnénk minden fogyasztásra, és őt meg egyelőre kikapcsoljuk, hogy ne is fogyasszon áramot. És itt kéne akkor kikapcsolni, hogy akkor ne legyen benne ilyen fémércek, gyógyászat ne legyen benne, lénytojás az maradhat, magvak maradhat, trágya maradhat, nyers, organikus ruházat, szűrőközök, termő. Jó, és akkor ezt így másolgatjuk is így az egészre. Merre ment a fogyasztható? Igen, jó. Akkor van kaja. Ó, igen, és az is készen van.
Akkor most, ami nekünk nagyon fontos szintén, az pedig ő. Szóval, légy oly kedves, és dob nekem össze egy ilyet. Egy ilyen szigetelős genyót. Ja, na. Igen. Én nem értem ezt. A cserepeket nem öntözi. Jó. Azt békén hagyjuk. És megszűntek a bacik. Nagy részt. Itt is a kórokozók szépen csökkennek. Vagyis... hát inkább nőnek. Hát van ez így. Egy kantin az mekkora lehet maximum, mert én szeretném ezt a részt kibővíteni, mondjuk úgy idáig. Találjunk csak közük. Kezdjük azzal, hogy innét. Legyen ekkora. És akkor ide csempézünk, ide is csempézünk, azokat is kiássuk, őket is kiássuk, őket is lecsempézzük. És ide ki kell még valami okosságot találni. De valamit szisztematikusan. Az nem kell. Óhú! Kőzúzó! Azt mondjuk, hogy ide tesszük. És hajrá! Légnyomásokkal nagyon jól állunk. Oxigénnel még annál is jobban. Eddig jó. És oda teszünk rengeteg ágyat. Jó, ágyunk már lesz. Közben ott van világítás, az jó. Ugye teszünk le még egy világítást, mert az olyan jó. És akkor van világítás. Itt mindjárt lassan-lassan összerakják, és hogy nézzük, kaptunk megint. Ó! Oh, manuális zsilip. Hát azt így én ide le is pattintom. És ide egy ilyen csempe, meg oda két csempe, az itt tök jó lenne. Ezzel majd még dolgozunk. Mondjuk akár most is dolgozhatnánk.
hogy ennek az egésznek innen kéne indulnia. Amúgy azt oda. Oda jön a zsilip. Ők lebontjuk. Ó. Kifogytunk a félmércből. Ez kellemetlen. Ami azt illeti. Nagyon kellemetlen. Kapriózzuk meg ezt a részt egy kicsit. Mondjuk úgy hetesen ezt így bányásszátok ki. Na már is van, rezünk. Ó, látom már mi a probléma. Ez a probléma. Ezt így lebontjuk. Azt lebontjuk, és akkor minden átkerül szépen a hűtőbe, ha jól megyünk. Gyanús is volt nekem, hogy... Hogy mondom azért, na... Hát olyan valami fura, hogy... 50 ezer kalóriánk van. És szintén üres a hűtő. Igen, visszatérve ide, akkor teszünk ide... létrát. És... Az nem lesz jó, nem lesz jó. Hát pedig muszáj lesz jónak lennie. És akkor csinálunk ide egy létresort. És akkor őket pedig lebontjuk. Illetve ezeket szintén lebontjuk. És ezt a részt egy kicsit priózzuk meg, ha lehet. Illetve az ásást is kicsit priózzuk meg. Áramunk van, kis emberként dolgozik. Már azt kutatja, amit nekünk kell kutatni. Azt kutatja. Hát ez mindjárt készen van. Mire ez befejezi, addigra még pont ott vagyunk, hogy nekünk jó. És akkor ide tudunk tenni egy ilyet, amiben majd lehet majd minden. Sőt is hetessel szeretném kérni. Csak mert szeretem, mikor haladnak a dolgok. Nem, azt már nem kell megépítenetek. Sőt. Őt is le lehet bontani. Meg őt is.
És őt is még bontsátok le, és akkor úgy festünk, hogy minden tiszta, makulát, majdnem minden tiszta és makulátlan. Mondom, ezt nem tudom itt, azt nem fogom tudni. Jó, az békén hagyjuk, ott dolgoznak, és kész is van. Jó, itt mindjárt már is alakítunk egy kört. Gáztároló kéne nekem. Hol van a gáztároló? Az WC, gyógyászat, gáz, tűzhely, dekor, földgáz, szivattyú, cső, WC. Hát ez jó bejöbb. Egy nagy narancsa. Itt van, őt keressük. Hát akkor ő is kell. Jó. Na, ez is megvan. Vagyis meg lesz. Holnap után talán. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire. Aha. Hát főleg semennyire. De igazából ennek elég csak ilyen kettő is, ahogy nézem, mármint. Várjunk csak. Legyünk praktikusak, én azt mondom. Ha jól tudom, akkor ebbe farm csempe ugye kettő magasra fog nőni, akkor írtunk ilyen farm csempéket. Nem, tudunk ide tenni farm csempéket, egyen lejjebb kell tenni a farm csempéket. Mert egy helyet kell még hagyni későbbiekben, szóval egy, kettő, és így. Nem tudunk, mert ott van, ahogy hívják, az uránium. Jó. Akkor... akkor délvit itt. Ennyire nem. Hogy állunk radioaktivitásból, teljesen jól. És időközben el lehetne kezdeni egy projektet. Ide szeretnék kérni egy szép lépcsőt. Ha lehet. És ide ezt falazzuk be. És ezt is falazzuk így be. És itt is falazzuk be. És ide szeretnék kérni szigetelt csempét. Hogy állunk a mai cuccokból? Mi nem mutat. A rezet szeretném látni, a szenet szeretném látni. Víz nem fontos, gyógypirul, a fénypakót, trágya. Az alga is egy fontos cucc. És a homok is amúgy, meg a föld is fontos, jó. Ezeket szeretném látni, homokunk az van szerencsére. Ő amúgy... Őt nem akarjuk megcsinálni?
Nem, szerintem most van elég a kis szerencsétleneinknek. Legalábbis szerintem. És nem tudom, ez eddig is ott volt az a sugárzós cucc, de ott van valami új dolog. Sugárlámpa. Jó, akkor én azt mondom, a következőnek majd duplikásan be fogunk hozni, mert kezd a munka nagyon felgyülemleni. Mennyi idő még? 0,4 ciklus. Akkor azért ma még jönni fog. És időközben már itt ezt lehet is csinálnatok. Ilyenre. Ezt amolyanra. Ilyenre. Ezt amolyanra. Ezt el is engedjük. Ide lépcsőzzünk egyet, vagyis létrázzunk egyet, és szintén ide jöhet. Az ilyen. Úgyné. Hőmérséklettel, hát igen, melegedünk, melegedünk. Automatizálással mindjárt nem soká foglalkozunk, az annyira még nem SOS szerintem. És lássuk, hogy mikből élünk. Atléta, konyhamő, erő. Allergiás a világilletre. Nagy erő. Tudomány. Aha, azt biztos nem. Hát akkor én látom, hogy te fogsz jönni. Kellemetlen neki, hogy allergiás a virágporra. Majd valamit kezd vele. Gázgyűjtő. Csöpögtető. Jó, és akkor most jöhet egy ilyen is. Jöhet egy ilyen is. És mondjuk valahol arra a részre tervezek majd nagy gáz tartályokat lehelyezni, amikbe olyan kis apróságokat tervezek tenni, mint klórgáz, meg mint hidrogéngáz. Mert a klórból szeretnék majd későbbiekben tisztító berendezést csinálni. A hidrogén az meg majd idővel majd generátorként fog tudni majd nekünk funkcionálni. De ahogy nézem, ez a öt ember, ez kicsit már kevés erre a kolóniára. Jó, akkor mondjuk, hogy ez a rész az annyira nem fontos most nektek.
ez sem annyira fontos, ez sem fontos, viszont ez nagyon fontos. Szóval itt köszönöm, kérlek. Meg ezt a részt is mondjuk, meg ezt a részt is mondjuk, meg ezt a részt is, meg ezt is, meg ezt is, meg azt is. Mondjuk azt nem annyira kell. Azt nem. Azt hagyjuk meg úgy, ahogy van. Na, elkezdődött a... a szigetelés. Az igen, nagyon csapatják. Igen. Szóval első körben mindenképpen meg kell oldanunk a hő problémákat, mert ezek a 100 fokos, ez nem igazán túl jó. Mit csináltok? Hőcsikésztek, mentek aludni. Remek. Mondjuk ebből amúgy nem tudom, hogy majd később, de most nem foglalkozunk. Először legyen kész az, aminek késznek kéne lennie. Nem, nem bontjuk le. Igazából ott annyira nem veszélyesen rossz a helyzet. Ez egy kis oxigengenerátor baromi jól ellátja az egész placot. Mármint úgy tényleg baromi jól ellátja az egész kis placot. A szén-dioxiddal viszont valamit kéne kezdeni. Ja, most nem kutatsz, értem. Amúgy jogos. Én teljes mértékben egyetértek veled. Most nem kutatunk, most... most szigetelünk. Nem csak az az egy problémám van, hogy itt ez jó, hogy itt kettesre, csak ezek hőt termelnek. És már szakik fel a hőmérséklet. Már szakik fel a hőmérséklet. Nem baj. Hát elindultunk. Hőmérséklet, olvadáspont, 1000 fok. Hát akkor lehet, hogy még bírni fog egy ideig. Azokon a pontokon már lehet is pattintani kifele.
Igen, meg ezt le kell bontani. Itt ez nem is olyan, problémás. Itt ezt a részt simán meg lehet csinálni így is. Ja. És igazából mivel lesz szennyvíznek van tároló, innentől kezdve... ezt itt szeretném egy kicsit megsürgetnénk, hogy kevesebb hő jöjjön már föl. Attól függetlenül, hogy amúgy ott már egészen magas a hőmérséklet. De ott szépen ki tudjátok magatokat pihenni, meg dolgok. Jó van. Hol? Nem értem, hogy elítem oxigén szintet, hát elégséges mi. Egy ágyikóban már kevesebb, hát az már lehetséges. Igen, igen, abban már van egy kis ráció. Mondjuk, hogyha ezt kicseréljük ilyen légnyitósra, akkor ki tud fajni onnét a piszkos levegő. Meg onnét is ki tud, meg onnét is, meg ilyen folyó lefele a piszkos levegő. Így. De ugye tudjuk, hogy a szén-dioxid az nehezebb, mint a oxigén. Viszont nekem van egy fontos hívásom, így ez a rész ez most ennyi lett. Legközelebb pedig innen folytatjuk. Sziasztok!